Leomolva a vakolat, kilátszanak a téglák ennek a háznak a homlokzatán a nyíregyházi Schmidt-Mihály utcán. Ez a mellette lévő épület sincs jobb állapotban, még egyik sem lett felújítva. A szomszédos Gádor Béla utcában viszont van, amelyik már átesett a rekonstrukción. A Városi Lakásszövetkezet állományában lévő 244 épületegység 70%-ának részeként. Idén újabb helyeken folytatódik a munka, két 17 lakásos épületnél már biztosan lesz teljes felújítás. A leggyakoribb az a homlokzat hőszigetelés nyílászáró cserével. Ugye a lapostetős épületek esetében azért a megfontoltabb lakóközösségek már úgy végzik el a felújítást, hogy a tetőhő és vízszigetelésre is kerüljön, hiszen ha nem végzik el, akkor nem teljes körű és lényegesen kevesebb megtakarítás érhető el, különösen a legfelső szinten lakók esetében, hogyha a tetőfelújításra, tehát a hőszigetelésre, nem csak a vízszigetelés, hanem a hőszigetelése elmaradna. Az épület nagyságától és a munkák jellegétől függően általában két hónapig tart egy társasház vagy panelfelújítás, amelyről mindig a lakók határoznak, hiszen az ő pénztárcájukról van szó. Az árajánlatokat ugyanakkor a lakszövet közösen kéri ki a kivitelezőktől. Vastag hőszigetelés, új műanyag nyílászárók, nem csak a rekonstrukció költségei, a munkálatok utáni megtakarítás is pénzben mérhető a lakók számára. Panelépületek esetében, hogyha radiátor, tehát távhős ellátásról beszélünk, akkor nyilván érzékelhető, hogy nem a a forintban mondom, hanem a nyíltávhő által már kimutatott energia megtakarítás az 50%-ig le tud csökkenni. Nyilván ez a lakásoknak a pénztárcájára nem azt jelenti, hogy 50%-kal kevesebb a fűtési költség, egy 20-30%-os költségcsökkentés mindenképpen eredményezhet a lakásoknál. Innentől kezdve, ugye, hogyha saját maga állítja be a költségosztót, annak arányában van nyilván a fizetnivaló. A konvektoros vagy kombigázkazános épületeknél kisebb, mint egy 10-20%-os a megtakarítás a rezsiszámlából. Fűtéskorszerűsítéssel azonban ennél többet is tudnak nyerni a lakók. Kazános épületeknél bonyolultabb a helyzet, ezeknél ugyanis a kéménycserét is el kell végezni a felújításhoz. A kötelező kondenzációs kazán beépítéséhez viszont kéménybélelésre is szükség van, amire nem olyan egyszerűen bólintanak rá a lakóközösségek. Hogyha mondjuk megcsinálnák a fűtéskorszerűsítést, akkor simán kettőt tudna lépni. Az energetikai minőség szerinti besorolás mutatja a lakszöv munkatársa. Ezen a téren számíthatnak komoly változásra a renoválás vagy a lakásépítés előtt állók. 2020. december 31-e után ugyanis már csak az úgynevezett közel nulla energiaigény feltételeinek teljesítésével lehet energetikai célú felújítást végezni. Az új építésű projekteknél az várható, hogy mindenképpen el kell érniük a BB energia osztályba sorolást, ami azt jelenti, hogy az energia biztosításánál a megújuló energiának a volumene el kell, hogy érje az összes energia szükséglet legalább 25%-át. Ha nem éri el, akkor az az épület nem kaphat használatba vételi engedélyt. Na most a veszély ott van, hogy például aki 2020 második fél évében kíván használatba vételi engedélyt szerezni, és nem készült fel a szabályok szigorítására, és átcsúszik a jövő esztendőre, az már nem kaphat használatba vételi engedélyt. Nagy zajban gyártják a nyílászárókat a Nyír Komplett Lujza utcai 1200 négyzetméteres csarnokában. Ezek az eszközök is nagy szerepet kapnak a felújítások során, ahogy a megújuló technikák is egyre inkább. Az ügyvezető elmondása szerint Nyíregyházán is jó irányba változik az emberek energiatudatossága, egyre több épületen figyelhetőek meg napelemek, amelyek terjedését pályázatok is elősegítik. A különféle támogatások ellenére a felújításhoz, építkezéshez szükséges anyagok drágulása és a munkaerőhiány ugyanakkor növelhetik a munkálatok árát. Az elmúlt időszak arról szólt, hogy a anyagok is drágultak, és a munkaerő megtartására is jelentős forrásokat kellett fordítanunk. Azonban, mivel a piac úgy alakult, hogy a lakások eladása is kedvezően alakult, ezért nekünk sikerült megtalálnunk azt a módot, hogy a törzsgárda jelentős részét megtartva tudunk a piacon, úgy gondolom, hogy a városunkban legalábbis meghatározó szerepet betölteni. Idehaza közel 600 000 olyan panelház van, amelyet még nem szigeteltek.
Ha az ezekben élők nem lépnek időben, akár duplájára is nőhet az energiahatékonysági felújítás költsége. Érdemes tehát mielőbb belevágni a rekonstrukcióba, amelyet a saját erő mellett jellemzően államilag kamattámogatott felújítási hitel segítségével valósítanak meg a lakóközösségek.